Ez a gázkazán gondoskodik a Bátai Hunyadi János általános iskola fűtéséről. Kétszer kapcsolják be egy nap, reggel 7 és 8 óra között, aztán a nap közepén. Az intézményben a szigorítások miatt maximum 20-21 fok lehet, de mivel csak egy termosztát van az épületben, ezért nem egységes mindenhol a hőmérséklet. Ezeken kívül az iskolát más módon is érintette az energiaválság. Itt az önkormányzat tartotta fenn a sportcsarnokot, illetve a tankerület tőlük bérelte, azt viszont bezárták, úgyhogy a sportcsarnokból, amit lehetett, eszközöket áthoztunk az iskolába. Egyelőre, amíg jó idő van kint az udvaron, folyik a testnevelés oktatás, és próbálunk egy osztálytermet kiüríteni, hogy rossz idő esetén ott azért egy kicsit tudjanak mozogni a gyerekek, illetve majd a folyosón. Az igazgatónő elmondta, most az évszakhoz képest még jó idő van, de tart attól, hogy mi lesz, ha megjönnek a téli hidegek. Hozzátette, a gyerekek egyelőre nem észlelik a korlátozásokat, de valószínűleg eljön az idő, amikor két pulóverrel kell majd készülniük egy-egy iskolai napra. A Bonyhádi Széchenyi István iskola fenntartójával, a Tamási Tankerületi Központtal együtt dolgozott ki egy fenntarthatósági tervet. Ők ezt követik. Mi azt várjuk el a gyerekektől, technikai dolgozóktól és természetesen a pedagógusoktól is, hogy olyan figyelemmel kövessék a hőmérséklet alakulását, ahogy otthon. Tehát ilyen gondos gazda módjára, legyen lekapcsolva a villany, amikor nincs ott senki, a szellőztetés az annyi ideig történjen, ameddig fontos, hogy ez meglegyen, ezen kívül nyilván ne legyen 30 fok. A Bonyhádi iskola igazgatója hozzátette, a mostani helyzet a gyerekek szempontjából is hasznos lehet, mert felelősségteljes gondolkodásra neveli őket.